Vigyázzunk jelen pillanatban a, a kis állatainkra mert a hidegbe hamar kihűlhetnek, pláne ha betegek. A fogypont alatti hőmérséklet veszélyt jelenthet a házi kedvencekre. Hó ugyan még nem esett térségünkben, de a talajmenti fagyok hatással vannak a macskákra és a kutyákra egyaránt. A kisebb testű egyedekre nagyobb figyelemmel kell lennünk. A téli időjárásban nekünk annyi a szerencsénk a lakásból, mindig benn van, de például a szüleimnél vannak állatok, meleg vizet, vagy hát langyos vizet adunk nekik, beengedjük őket a lakásba. Igazság szerint ezzel próbálunk. Esetleg a kutyaházat kibéleljük, vagy éppen a macskáknak az adójukat, úgyhogy így szoktunk mi felkészülni a tére. Mostanában divat, hogy a kisebb testű házi állatainkat felöltöztetjük, de ez nem minden esetben jó nekik. A kutyáknál az az igazság, hogy vastag, ha jól tartott kutyáknál, egy vastag zsírréteg védi a bőr alatt a, a kutyákat, tehát olyan nagyon hamar nem fáznak meg. Főleg azoknál a kutyáknál van értelme, a, a kutyaruhának, amelyiknek sima szőrű, rövid szőrű kutyáknál. Tehát akinek nagyobb mennyiségű szőr, bunda van, ott nincs értelme a, a kutyaruháknak. Kicsit divat is ez ez a dolog. Én, én azt hiszem, hogy a kutya azért nem fázik. Mondjuk egy uszkár, aminek bőven van szőre, az nem fog megfázni. A hidegebb időben kellő gondoskodással megelőzhetjük a nagyobb bajt. Az állatok az emberekhez hasonlóan könnyen meghűlhetnek, és akár torokgyulladást is kaphatnak, valamint fagyási sérülések is keletkezhetnek rajtuk. Azok az állatok, akik megszokták a hideget és kint voltak, azokra is vigyázni kell, olyan szempontból, hogy ha nem is engedjük be a lakásba, de téli időszakban biztosítsunk olyan helyet, ahol a szél meg a hideg nem éri őket, tehát olyan kutyaólat vagy, vagy ólat kell alkalmazunk nekik, ahol nem fáznak. Na most azok az állatok, amik hozzá vannak szokva a benti léthez, de ki, ki szoktak menni, hát azokra jobban kell vigyázunk, és mert ők érzékenyebbek rá a hidegre, nem szokták meg, és hamarabb megfáznak. A bent, valamint a kint tartózkodó állatok számára fontosan megfelelő hőmérsékletű langyos ivóvíz folyamatos biztosítása. A szakember kiemelte, naponta akár kétszer, háromszor is etessük őket.